Na, így föl, barátok. Egyhetes erjesztés után egy kicsit idegebb volt a varázsban, mint számítottam. De egyet a sör. Föltépjük. Amikor már ilyen szép, akkor úgy hapszik, mint hogyha rendes sör lenne, tehát igazából fickó sörnek hívják. Ez már egy ivató sör, 8,5 liter lett körülbelül, illetve 8 liter. Úgyhogy most ezt kipalackozzuk, méghozzá olyan technikával, amit nem nagyon szoktak alkalmazni. Egyrészt egy palackokba fogom. És azt is megmutattam, hogy én hogy szoktam. Hát, hogyha megtalálnám a dugót, ami nem nyert. Se baj, mert akkor előveszünk egy ilyet. Addig ezt vissza is rakom, ráfedhet. Amúgy jó illata van, már kóstoltam. Mosogatószer. Általában a purma az van itthon. De bármilyen más natúr mosogatószer nagyon jó lesz. És akkor én itt szoktam, hogy ahol az gyertek. Így szépen. Megjelent. Utána öblítés. Most tudjuk, hogy kb. 8 liter lett a vége. A 9 literre terveztük ezt az egészet, vagy a 8,5 liter, az teljesen jó eredmény. És hogy miért PET palackokat használok. Azért már, akinek már robbant szét üveg tárolás közben, azt tudja, hogy akkor inkább PET palack. Szépen bele. És ha van olyan söröm, amíg ebben a csodás PET palackban is nagyon sok helyig jó maradt, az azt jelenti, hogy egy, több mint egy évig volt tárolva, úgyhogy semmi baj nem volt. Ennyire elég, ha kiöblítjük. Most tartunk 1 liter, 2 liter, 3 liter. Mint mondottam, lassan indult meg az erjedés. Hát itt a garázsban van, hát közben lecsökkent a hőmérséklet.
10 fok környékére, és az élélesztőnek a működése belassul. Jó. Ez 2, 4, 6, 8. Ez így pont 10. Ami azt jelenti, hogy 5 liter, amit le tudunk kalasztózni. Liter lesz majd. Nagyon jó. Szóval lehet. Na, ezt nem használjuk. Érdemes. Nem tudjuk a palasznak az eredetét beleszagolni, hogy milyen. Vagy ha nem jó illatú, azt a sör elteszi, és nem lesz jó illata. Meg az ízét is el tudja rontani. Most ott tartunk, hogy megvan, hogy durván azt tudja menni. Még azért keresünk. Tudja, ilyen csattas üvegbe is lehet. De én az üvegeket nem kultiválom. Szépen kijáratjuk. A palaszkok jobban bírják a nyomást, és nem tudnak szétrobbanni. És akkor ilyenkor fogom. Kijövőt. És ő nagyjából ennyi elég is. Most nem fogom még mutatni az egészet. A felesleget. Az a lényeg, hogy ne legyen benne semmilyen idegen anyag. Szépen. Két kupakot is előveszünk. Szépen. Most a történet a következő, hogy ezt a csodálatos sörlevet, amit megcsinálni, itt a sörlevet, ez már kész sör, be kellene ugye palackoznunk abba,